Egy kerek számhoz értünk, köszöntelek benneteket sorozatunk tizedik részében, ahol a legfontosabb kérdéssel a pénzzel foglalkozunk, egy kicsit munkajogi optikán keresztül szemlélve azokkal a szabályokkal, amelyek a munkabér védelmét biztosítják, ennek apropóján számos kötelezettséget írnak elő a munkáltató számára. Az egyik ilyen, hogy miben kell kifizetni a bért. A bért, ha valaki Magyarországon végzi a munkáját, a hazai törvényes pénzemben, tehát forintban kell biztosítani. Ha viszont külföldön dolgozik, akár átmenetileg, a törvény alapján lehetőség van arra, hogy ne forintban, hanem ha például Ausztriában történik a munkavégzés néhány hónapon át, akkor euróban kapja az illető a fizetését tilos az úgynevezett pénzhelyettesítő eszközökkel történő kifizetés. Tehát például a munkáltató a bér egy részét egy adott áruházlánc vásárlási utalványaiban nem fizetheti ki. Természetesen ilyen juttatást adhat, de nem a munkabér részeként teheti meg mindezt. Meddig kell kifizetni a bért? A törvény általános szabálya szerint a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig történik meg a bérfizetés, ugye a meddig mellé kérdésként kapcsolódik a hogyan. A törvény alapján, hogyha az MT szövegét értelmezzük, meg kell állapodni megítélésem szerint a bérfizetés módjában. Ez kétféle lehet. pénzintézeti számlára, banki számlára történő átutalás, vagy a készpénzben történő kifizetés. Azt hiszem, hogy lassacskán már abszolút követelmény, hogy a munkáltató ne készpénzben fizesse a munkabért. A munkavállaló ugye a munkaszerződésében általában megadja a bankszámláját, ebben, ahogy mondjuk ráutaló magatartással már hozzá is járul ahhoz, hogy ne készpénzes, hanem banki átutalásos legyen a kifizetés. A tizedike, ez a dátum azt jelenti, hogy nem ezen a napon kell a munkáltatónak intézkednie az átutalásról, hanem ezen a napon már a munkavállalónak rendelkeznie kell a bérével, tehát a bankszámláján kell legyen legkésőbb a adott hónapot követő hónap tizedik napjáig a munkabére. Emellett a munkáltató terheli egy másik kötelezettség, részletes elszámolást kell adni a kifizetésről. Mit jelent ez a részletes elszámolás? Jogcímenként föl kell sorolni, mit fizetett, alapbér, bérpótlékok például, és hogy milyen jogcímen teljesített levonásokat a kifizetett, a munkavállaló részére kifizetett munkabérből, tehát ennek az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló kontrollálni tudja, hogy valóban például az összes túlórája kifizetése. Került -e. Elképzelhető, hogy túlfizeti a munkáltató, a munkavállalót, például egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén, munkaidőkeret alkalmazása mellett. Ha erre kerül sor, a munkaidő keret végén, a munkáltató elszámol, és azt látja, hogy többért fizetett ki az alkalmazottnak, mint amennyit ő munkában töltött, akkor az előleg nyújtásra vonatkozó szabályok szerint levonhatja a következő havi béréből a töbletet. Sokszor megkérdik, hogy milyen módon, milyen esetekben lehet a munka béréből, a munkavállaló béréből a munkatatónak levonást teljesítenie csak jogszabályi rendelkezés, illetve végrehajtható határozat alapján. Mindez azt jelenti, hogyha például egy munkáltató kap valamilyen banktól levelet, hogy nem fizeti az alkalmazottja a banktól fölvett kölcsönt, és hogy vonja le a munkáltató a béréből és utálja át az, az pénzintézet bankszámlájára, ezt a munkáltató, a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem teheti meg, mert a bank levele értelemszerűen nem minősül végrehajtható határozatnak. Végezetül nézzük meg röviden azt, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a munkáltató jogalap nélkül fizetett ki munkabért. Ebben az esetben a törvény szabálya szerint 60 napon belül követelheti ezt vissza, kivéve ha a munkavállaló tudott a téves kifizetésről, vagy azt maga idézte elő, például a teljesítménnyel kapcsolatban statisztikákat hamisított meg, ebben az esetben az elévülési időn három éven belül követelheti vissza a munkáltató azt, amit jogalap nélkül fizetett ki, ezzel a mondattal zárom a tizedik részt.